Üdvözletünk! Február volt, mikor megérkezett az első letölthető tartalom a Black Ops 2-höz a Revolution képében. A négytagú Season Pass első darabjának megjelenése akkor már nagyon időszerű volt, mivel a játékosok milliói voltak kihelyezve az újdonságokra. Én kicsit tartottam az Activision lehúzásától, de már az előjelek is biztatóak voltak, melyek a multis térképek mellett még új zombis játékmóddal, valamint egy hozzá tartozó pályával és egy új fegyverrel is kecsegtettek. A végeredményt pedig szétnyüstöltük, hogy megfelelő képet alkothassunk a tapasztalatokról. Ugye egy letölthető tartalom esetében komolyabb játékmenetet befolyásoló módosításokra nem kell számítani, így szerintem kukkantsuk is meg az új pályákat, melyek a multit hivatottak bővíteni. A négy eltérő tulajdonságú helyszín tökéletesen illeszkedik az eddigi felhozatalba, a térképek felén a játékosokra veszélyt jelentő valamilyen környezeti aktivitásra is számítani lehet. A Mirage egy góbisivatagi, szállodai kirándulásra invitál, jellegzetes barnás színvilágával, homokborított a terepével és központjában az enyhén szólva lelakott szállodájával. A Déli Báb Hotel több nyílt térrel, magaslatokkal, jól belátható terepekkel várja a frek szüretelőket. A Hydro Pakisztánba kalauzolja el a játékost, ahol egy hatalmas gát vízerőmű fogja betölteni a vágóhíd szerepét, mivel a jól kialakított szakaszokon, a szűk folyosókban rendesen lehet mészárolni. Többszintes létesítményről beszélhetünk, melynek belső tereiben nem csak a hirtelen feltűnő ellenfelet kell lereagálnunk, hanem az időközönként kizúduló halálos víztömeget is célszerű elkerülni. A Grind egy kaliforniai gördeszkapályát takar, félcsövekkel, rámpákkal, középen pedig egy épülettel. Rendszerint ebben a boltra emlékeztető létesítményben zajlanak a legkeményebb összecsapások, szóval mindenki ide robog, de addig a külső nyíltabb terepeken is el lehet csípni egy-egy kószafejlővést. Gyors megkerülésekkel, valamint ügyesen használt robbanószerekkel kifejezetten eredményesek lehetünk. Az utolsó plac pedig egy síparadicsom Dunhill néven, mely amellett, hogy szintén magába foglal egy központi épületet, még rendelkezik nagyobb nyílt szakaszokkal is a mesterlövészeknek. A sífelvonók környéke rendszerint elég forgalmas, de nem csak az ellenfelek miatt veszélyes ez a terep, hanem a kabinok folyamatos mozgására is figyelnünk kell, nehogy alájuk kerüljünk. A csomagnak köszönhetően egy újabb stukkerral is gazdagodott a felhozatal, azaz pontosabban egy szabmasingarról van szó a Peacekeeper esetében, ami igencsak jól használható. Tulajdonságait tekintve ötvözték a puskákra jellemző pontosságot és hatótávolságot a géppuskák sebességével és kezelhetőségével. Jellemző, hogy a DLC megjelenését követően az esetek 90%-ában ezzel a fegyverrel szaladgáltak a játékosok. Mint említettem, a zombi mód is kapott egy löketet, ugyanis bővült a felhozatal egy turned játékmóddal, valamint egy Die Rise névre keresztelt hatalmas pályával is. Az előbbi egy négyfős fogócska akar lenni, ahol egy emberre jut három zombi, és ha zombiként levadáztuk a túlélőt, akkor mi vehetjük át a szerepét. A dinner pályáján zajló módot sokkal inkább tartottam idegesítőnek, mintsem szórakoztatónak, de a zombi lét örömeinek itt hódolhatunk. Az új pálya azonban már megéri a pénzét. A kis csapatunk Shanghai hatalmas felhőkarcolóin próbál túlélni, és a szűkös folyosók liftezgetések mellett még külső tereken is megfordulhatunk, de a legnagyobb élményt az egyik épületről a másikra való átugrás jelenti. Hiába na, itt adózhatunk kicsit az élet-halál harc örömeinek. A helyszínek tervezése kifogástalan, grafikailag a már megszokott minőségre lehet számítani, szerencsére nagy százalékban új modellekből és textúrákból építkeznek. Hangok terén is hozzák az alapmultiban megszokott színvonalat, és még a zombi módot is sikerült erőteljesen felpesdíteni. Új játékmód, új pálya, mi kell még? Szóval kezdésnek egy egészen kellemes kis DLC-t raktak össze a fejlesztők, bízunk benne, hogy a továbbiak esetében is legalább ilyen, vagy még jobb letölthető tartalmakra számíthatunk, és egy percig se szívjuk majd a fogunkat, a Season Pass-re kiadott zöld hasúakra gondolva. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!